koronavírusnak bizony vannak jó hatásai, ennek azt gondolom, hogy örülhetünk. Egy orvos ismerősöm mesélte, hogy több páciens járt nála, aki hát azt mondta, hogy hát nézze, doktornő, közeledik a karantén, akkor egy 4 doboz viagrát legyen szíves felírni. De nem csak, hogy sok gyerek fog születni ugye 9 hónap múlva a karanténhoz képest, hanem egészen biztos az is, hogy sajnos a bezártság miatt a válások száma is meg fog nőni, szóval a vállóperes ügyvédek is halálra keresik magukat. De azért beszéljünk egy kicsit komolyabb, de mégis érdekes dolgokról. Néhány jó dolog, amit a koronavírusnak köszönhetünk. Az első dolog, hogy megtanultunk jól kezet mosni. És teljesen triviálisnak tűnhet, de én magam orvosként is állítom, hogy én soha nem mostam ennyire sokszor, ennyire alaposan kezet. Miért fontos ez? Itt van az alkoholos kézfertőtlenítő, amit láthatóan szokatlan a pácienseknek már kezdetek óta magánrendelésem, hogy amikor bejönnek, amikor kilépnek, akkor kézfertőtlenítést kérjek tőlük. Van a folyosón is elhelyezve. Az a lényeg, ha nem dörzsöljük be a kezünket csak így, akkor olyan régiók maradnak a kezünkön, amit nem dörzsöltünk át alkoholos kézfertőtlenítővel, mintha egyáltalán nem is mostunk volna kezet. Tehát az én kezemen hiába súrolom most így fél percig vagy egy percig, kimaradtak régiók, az ujjak köze, a kézhát, a komplet kihüvelykúj, az gyakorlatilag az összes ujjbegy, tehát a felületes kézmosása semmire nem elég. A leírásban benne lesz egy link, hogyan mossunk helyesen és korrekt módon kezet. Nyilvánvalóan a koronavírus felhívta a figyelmet erre, hogy a technika maga nagyon fontos. A koronavírusnak köszönhetően többet tudunk a védőfelszerelésekről, hogy véd, hogy kell beöltözni, és hogy kell ezeket használni. Tudom, ez csak a dekoráció kedvéért van most rajtam, a plüss sárkány az nyugdíjba ment, nem használom. Nyilvánvalóan egy hosszú ujjú ruha, gumikesztyű kell, hajháló és a maszk. A maszkviseléssel kapcsolatban kezdetben ellentmondásosak voltak a kutatások, illetve óriási félelem volt, hogy a társadalom pánikszerű felvásárlása, mint ahogy sajnos a kézfertőtlenítőknél történt, hogy már nem tudok ehhez utánpótlást kapni például, az hiányhoz vezet, és kérdéses volt a haszna. Ma már ott tartunk, hogy egyre inkább az bizonyosodik be, hogy a maszk viselése az hatásos és véd attól, hogy a környezetünket teleköpködjük vírussal. Nem tudjuk még pontosan, hogy az egyszerű szövetmaszkok meg egyebek mennyire hatásosak, valószínűleg jobb, mint a semmi. A komoly maszkokból, FFP2-3-ból hiány van, de megtanultuk azt, hogy a maszkviselés fontos, és talán egyre többen megtanulták, hogy hogy kell helyesen viselni. Ugye nem lóg ki az orrunk, itt egy kép arról, hogy aki csak az orrán hordja a maszkot, az olyan, mintha így hordaná az alsógatját. Úgy vesszük fel meg le, hogy nem fogdossuk össze elől, és előtte-utána kézfertőtlenítés, sebészi masznál a színes oldal van kívül, tehát ezeket is megtanulhattuk a koronavírusnak köszönhetően. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban újból ráébredtünk arra, hogy mennyit köszönhetünk a bölcsödei, óvodai és iskolai dolgozóknak, gondozónőknek, tanároknak, hogy ennyi gyerekkel otthon bizony a legdurvább extrém sport, ennyi gyereket menedzselni. Számomra az egyik legnagyobb pozitívum az online világ fejlődése. Én imádom az online világot és a modern technikákat. Itt van például nálam egy ilyen kütyű az Egyesült Államokból. Van rajta néhány gomb, és gyakorlatilag, ha megnézzük itt a kamerán, ez nem más, mint egy wireless otoszkóp, az wireless fülnéző. Most megkímélek mindenkit a saját fülem belső látványától, de jól látható, hogy például mennyire közel be tud fókuszálni a szakállamra, a szakáll szőrszálaimra, vagy épp a szememre ez az otoszkóp, és hát ennek segítségével ki tudjuk vetíteni a dobhártya képet a szülőknek, és meg tudjuk nézni. Na de visszatérve az online dolgokra, az én magánrendelésemre online lehet időpontot foglalni, automatizált számlázás van, előre bankkártyás fizetés, és PDF-es számlát kapnak. Hát erre a modern dologra nagyon sok egészségpénztár nem volt még felkészülve. Miért érdemes egészségpénztárt használni, aki még nem használt? Gyakorlatilag a vizsgálat díját meg a gyógyszerek díjából körülbelül egy 20%-ot visszakap az államtól, tehát ennyivel lesz olcsóbb, hogyha hozzám jönnek a páciensek. És bizony ezt az online számlát, ezt nagyon sok szolgáltató be tudta fogadni úgy, hogy egyszerűen e-mailbe elküldtük, de voltak olyanok, akik kötötték az ebet a karóhoz, hogy nem, ez így nem jó, ezt ki kell nyomtatni, postára kell adni, és akkor szerencsétlen páciens
az e-mailben kapott PDF-et kinyomtatja, végignyalja a borítékot, végigállja a postán a sort, bekerül az egészségpénztár, az a számla, ott talán még be is szkennelik, mert úgy a jó, meg úgy iktatják, röhely kategória. Persze tudom, lehet hivatkozni jogszabályokra, de azért érdekes, hogy számos nagy egészségpénztárnak egyszerűen e-mailben elküldjük, és jóváírják a számlát, és kész. Máshol még plusz dokumentumokat kell csatolni, máshol postára kell menni. Én voltam, egyeztettem több egészségpénztárral, ahol kötötték az ebet a karóhoz, hogy nem nekik, csak postán jó. Jött a koronavírus, és mit ad Isten? Például az egyik legnagyobb ilyen egészségpénztár lefejlesztette, és mostantól online fel lehet tölteni hozzájuk számlát, vagy e-mailbe be lehet küldeni. Hát azt gondolom, ez a röhely és szégyen kategória, hogy 2020-ban ehhez egy koronavírus kellett, hogy ez működjön, és vannak még mindig olyan cégek, akik továbbra sem működnek így, hanem ki kell nyomtatni a PDF-es számlát. Van, akik még mindig nem értik, hogy miről szól ez az online világ. E-recept és távkonzultáció, azaz telemedicina. Mit jelent ez? Eddig 14 éves kor alatt ki kellett nyomtatni a receptet. Tényleg röhelyes dolog, hogy minden védőoltásért, receptért be kellett jönni a rendelőbe. Most ez változott, tehát a felhőbe felkerül a gyerek receptje, és az édesanyja a gyerek tajszámával, a saját édesanyja a saját személyi igazolványával ki tudja váltani a receptet. Bár vannak, akik ezt nagyon ellenezték, pedig Nyugat-Európában már nagyon sok országban régóta így működik. Szerencsére egyelőre marad ez az e-recept dolog, aminek én nagyon-nagyon örülök. És a másik a telemedicina, a távgyógyítás. Én régóta üzemeltetek egy ilyen előfizetéses, lényegében telemedicina csoportot és rendszert, ahol online próbálok meg a szülőknek segíteni fotók, leletek, tünetek alapján, hogy milyen kezelés kellhet, milyen vizsgálatra van szükség, kell-e ezzel orvoshoz fordulni, és állítom, hogy nagyon jól működik, és egy nagyon hasznos dolog. És igen, most ebben az időszak alatt nagyon sok orvos kolléga megtapasztalta azt, hogy bizony videó, fénykép alapján el lehet dönteni, hogy például az a felülfertőződött seb, az az impetigo ótvar nem kell feltétlenül bejönni a rendelőbe, hanem akár látatlanban felírható rá az antibiotikumos kenőcs. Nagyon sok ilyen eset volt, amit bizony meg lehet oldani online, és megint csak a koronavírus kellett rákényszerítsen sokakat arra, hogy elhiggyük, hogy igen, működik így is az orvoslás. Pedig csak ki kellene nyitnunk a szemünket, hogy nyugaton, Amerikában már régóta tarol, és ez az orvoslásnak a legújabb trendje. A másik dolog, hogy végre nem rettegünk a láztól és minden banális betegségtől, neki merünk menni a hétvégének. Bocsánat, egy kicsit megszomjaztam, de mi másból igyon egy gyermekorvos rendelőjében, mint egy ilyen gyerekbarát pohárból. Nagyon sok ilyen beteggel találkoztam, ahol az a probléma, hogy hát lázas a gyerek, ma kezdődött, de hát jön a hétvége, hát így nem merünk neki menni, hát elhoztuk. Nem is tudom elmondani, hogy a járványidőszak alatt hány ilyen édesanyával vívtam idézőjelbe harcot, persze megértve az aggodalmukat, de mindig átbeszélve próbáltam bennük tartani a hitet, hogy higgyék el, most ezek alapján, a tünetek alapján nem indokolt még orvoshoz fordulni, és majdnem mindig vírus okozza a tüneteket, nincs alarmírozó tünet, nem indokolt az orvosi vizsgálat, várjunk. És borzasztó nehezen fogadták el a szülők, hogy nem jöhet el két köhögéssel, nem jöhet be a rendelőbe. És ez a koronavírus járvány bebizonyította, hogy bizony neki lehet menni egy lázas gyermekkel a hétvégének. Túlélték, meggyógyultak, elmúlt a köhögés, elmúlt a vírus fertőzés. Szóval nagyon remélem, hogy a koronavírus járványnak köszönhetően ezek a jó hatások megmaradnak, és nem lépünk vissza. Hangsúlyozom, vannak olyan szituációk, amikor a lázzal kapcsolatban valóban hamar és gyorsan orvoshoz kell fordulni. Linkelni fogok egy tájékoztatót, mindig azt javaslom a szülőknek, ha lázas a gyermeke, olvassák el, és az alapján döntsék el, kell orvoshoz menni. Akár 3-4 napig is lehet lázas egy gyermek, anélkül, pláne egy nagyobb, hogy orvosnak látnia kellene. Tetszett a videó, iratkozzon fel, köszönöm a figyelmet!